értékeld az egészségedet. Szerintetek miért van az, hogy az emberek nem értékelik az egészséget? Szerintem, aki az egészséget nem értékeli, az az életét sem tudja értékelni. Általában, amíg nincs baj, addig észre sem vesszük, hogy mennyire fontos a testünk. Ezzel én is így voltam annó, amikor fiatalon, kaptam egy vírusos agyi fertőzést, amitől egy teljes hónapig éberkómába voltam. Hát ami utána jött, az egy rémálom volt éveken keresztül. Ha én magam nem kutatkodom a megoldás után, akkor egészen biztos, hogy bekövetkezik az, amit az orvosok mondtak, hogy mozgáskorlátozott leszek, és le fognak állni az agyi funkcióim. Ennyit tudott akkor a nyugati orvoslás. Akkor én még el sem tudtam képzelni, el sem tudtam hinni, hogy engem nem a gyógyszerek fognak meggyógyítani, hanem a természet. És képzeld, rátaláltam azokra a kiegészítőkre, ami ma is a napjaim részét képezi, sőt, már bővítettem a termékskálámat. Egy olyan termékkel bővült a palettám, ami mellett, egész teljes biztonságban tudom érezni magunkat, úgy az egészségünket, mint a jólétünket. Mert ugye azt tartja a mondás, hogy ahol az egészség, ott a jólét. Én már fiatalon megtanultam, hogy nem akkor kell a kutatásni, amikor már szomjas az ember. Tehát az egészségünket tisztelni, értékelni kell, még mielőtt letaglóz egy betegség. Köszönöm, hogy meghallgattál. Legyetek jók, ha tudtok és egészségesek. Sziasztok.